A Fidesz leértékeli a panelprogramot a szocialisták szerint, miközben az elkövetkezendő két évben az a 77 pályázat valósul meg a megyeszékhelyen, melyet még a szocialista városvezetés idején adtak be. A baloldal bizonytalan a program jövőjében, pedig még 3000 olyan lakás van Nyíregyházán, melyet fel szeretnének újítani. A szocialisták Nyíregyháza egyik legnagyobb sikerének tartják a panelprogramot, és úgy vélik, az előző városvezetés nem terheli felelősség az esetleges hibákért. Az elmúlt években Nyíregyházán 214 pályázatot nyújtottak be, amely 9100 lakás felújítását jelenti, 140 épületnek és 6000 lakásnak pedig már a műszaki átadása is megtörtént. Az MSZP szerint a közgyűlési előterjesztés leértékeli az eddigi sikereket, és értetlenül állnak az olyan megjegyzések előtt, hogy a városlakók csak most szembesülnek a program tényleges költségeivel, vagy hogy miért éppen az adott kivitelezők végezték el a felújítási munkákat. Sajnálatosnak tartjuk azt, hogy az elmúlt heti közgyűlésen olyan kijelentések hangzottak el, illetve olyan mondatok szerepeltek a közgyűlési előterjesztésben, amely szerint bizonyos minőségi problémákkal kapcsolatosan felelőssége van a korábbi városvezetésnek, hiszen olyan kérdésekről van szó ebben az esetben, amely egyrészt a lakóközösségeket, másrészt pedig egyértelműen lakókat képviselő közös képviselő cégeket terheli, és ezekben a kérdésekben az önkormányzatnak nincsen felelőssége. A szocialisták által kifogásolt közgyűlésen elfogadott tájékoztató szerint számtalan problémát jeleztek a lakók az önkormányzat számára a panelprogram megvalósítása kapcsán, ezért vált szükségessé a program átfogó vizsgálata. Nyíregyházán a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mai bejelentése szerint folyik a panelprogram átdolgozása, hogy az eddigi nehézkes és lassú pályázati rendszert egy rugalmasabb váltsa fel a jövőben.